December 5-én a Mikulás és dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter megbízásából útnak indult Újvár Imre polgármester, hogy felkeresse a város gyermekintézményeit. A bölcsődések és óvodások Mikulás csomagot és adventi naptárt kaptak. A most következő felvételek a bölcsődében, a tiszafüredi óvodák két tagóvodájában és a református óvodában készültek. Mindenki szeret ajándékot kapni, de a gyerekek várják azt a legjobban. Az, hogy kihozza az ajándékot, az igazából mellékes, de míg gyermekek vagyunk, addig jó hinni azt, hogy a meglepetést, a csomagot, a játékot, a Mikulás, az angyalka, a Jézuska hozza. Akkor lépünk ki először a gyerekkorból, amikor elmondják, és mi elhisszük, hogy az ajándékot a szüleink a boltban vásárolták meg, és akkor leszünk igazán felnőttek, amikor megérezzük, hogy ajándékot adni sokkal jobb dolog, mint ajándékot kapni. Decemberi ünnepeink közül a legelső, amikor az ajándékozásra gondolunk, az a Mikulás, vagyis Miklós napja. Valamilyen formában minden gyermeknek jut ilyenkor egy kis édesség. A diákok az iskolában már egymást is megajándékozzák, kapnak csomagot a szülőktől, a nagyszülőktől, s ha van kisebb testvérük, akkor már gyakorolhatják azt, milyen jó érzés örömet szerezni másoknak. A város gyermekintézményei közül Újvár Imre polgármester először a bölcsődét kereste fel, hogy átadja az önkormányzat és dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter ajándékát a legkisebbeknek. Könnyű dolog ajándékot adni, szép piros csomagokat, csokoládét vinni, örömet szerezni a kisgyerekeknek, de nehezebb dolog elmesélni az 1-2 éves apróságoknak, hogy ki az a Mikulás, és mit jelent az adventi naptár. Tudják önök, hogyan kell ezt gyermeknyelvre lefordítani? Az adventi naptár a minden napra egy csoki. Amíg Újvár Imre mesélt a gyerekeknek, azok nem mozdultak el az asztalok és a gondozónénik mellől, de a csokoládé és az ajándék bátrabbá tette őket. A nagyobbak gyorsan otthagyták a játékot, és nyújtották kezüket a csomagokért. A Főnix Televízió munkatársai a korábbi években tapasztalták, hogy a kicsik még megijednek a piros ruhás, fehér szakállú furcsa alaktól, tehát a polgármester jól tette, hogy hétköznapi, egyszerű ruházatban érkezett a bölcsődésekhez. A szomszéd épületben, a tiszafüredi óvodák nyitni kék óvodájában már csatlakozott Újvár Imréhez Vargáné Balogirén alpolgármester is. Az óvodások két teremben várták a vendégeket, sőt kis műsorral is készültek a fogadásukra. A 3-4-5 évesek már nagyon várják a december 6-ai Mikulás ünnepséget, és bemutattak néhány versikét is, amivel majd a télapót köszöntik. Ember, ember, december, igen, mocos merdem, sűrű a vad szikára, lévő a hegyerbe, ha-ha-ha. Nagyon jó voltunk rám, alig verekedtünk.
Ezen a napon a Csepered óvodában voltak a legbátrabbak a gyerekek, hangos örömmel fogadták a vendégeket. Újvár Imre itt is elmondta, hogy ajándékot hoztak a Mikulás megbízásából. Az óvodások elmesélték, hogy már sokan ismerik az adventi naptárt. A gyerekek itt is készültek már a Mikulás megérkezésére, és ez az alkalom volt a főpróba, hogy megtanulták-e szépen a verseket, az énekeket. A műsor után itt is megkapták a gyerekek a Mikulás csomagot és az adventi naptárt. Újvár Imre polgármester ezen a napon még a Bán Zsigmond református óvodát kereste fel. A négy óvodai csoport az egyik nagy teremben gyűlt össze, és a gyerekek az óvónénik segítségével bemutatták, milyen versekkel, dalokkal készültek a télapó köszöntésére.